magas lenni. Lazíts, köszönöm. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Meg is nézzük mindjárt a diáinkat. A következő dia még így kezdődik, hogy online alkalmaink. Hála Istennek ez már nem olyan sokáig érvényes, talán ma délutánra, talán a jövő hét két alkalmára, csütörtök délutáni és péntek délutáni alkalmakra, mert azt követően pünköstkor nyitunk. Hadd kezdjem azzal, hogy felolvasom, a múlt héten már felolvastam egyébként, felolvasom az egyház operatív tanácsának az üzenetét, javaslatát. Megerősítette a tanács a legutóbb, ez április 22-én volt, hozott döntéseket, melyet egyházunk honlapján is megtalálhatnak a testvérek, készüljünk a vegyes jelenlétű nyitásra. Vegyes jelenlét, tehát online és személyes jelenlét. Mindezek alapján a helyi gyülekezeti döntések szerint készüljünk az alkalmakra, melyekre elsősorban a már védettséggel rendelkező testvéreket hívjuk. Kérjük, hogy az istentiszteletek és egyéb alkalmak szervezésénél körültekintően felelősségteljesen járjunk el. Egy mondattal kiegészíteném, amit a vezetőség fontosnak tartott, hogy hozzáfűzünk, senki nincs kizárva alkalmainkról. Ez azt jelenti, hogy indulnak is újra azok az alkalmak és lehetőségek, amelyek voltak. Vasárnap délelőtt 8 óra 45-kor kezdődik ismét a barátkozók órája, Komlósi Sándor testvér szeretettel várja mindazokat, akik érdeklődnek a hit dolgai iránt, és hát megfogalmazódott a szívükben, hogy szeretnének a gyülekezethez tartozni. De délelőtt 10 órakor indul a gyermek biblia kör is. Tanítók szeretettel várják a kisteremben a gyermekeket. Ezek beindulnak, aztán van már, ami be is indult. Ilyen volt a tegnapi szívpárna készítés, hiszen 9 testvérnő 39 szívpárnát készített tegnap, precízen el is számoltak a munkájukkal, ami megdöbbentően magas szám, hogy összesen már több mint 2200 szimpánát készítettek a testvérek. Léphetünk tovább. Pünköstkor tehát nyitunk, visszatérnék erre. A már közismert, és mindjárt levetítjük, a már közismert szabályok szerint, egyébként melyeket a gyülekezet olyan pontosan és felelősségteljesen már tavaly is betartott. Ezek a szabályok. Ha betegnek érzi magát valaki, akkor ne jöjjön. Akkor maradjon otthon, akkor érjen az online lehetőséggel. Kézmosás, vagy mondhatnám kézfertőtlenítés, sokkal fontosabb. Köhögés, tüsszentés, természetesen. Ez legyen úgy gondolatunkban, kizáró ok. De ha már mondjuk ez a kedves maszk, ami már úgy hozzánk nőtt az elmúlt évben, vagy másfél évben, megcsiklandozza az orrunkat, akkor próbáljunk úgy tüsszögni, hogy takarjuk el. Cseppfertőzést próbáljuk minimalizálni. Test, kontaktus, ölelés, puszi. Hát már elég régóta mondogatjuk, hogy majd bepótoljuk, lesz mit bepótolni. Azt hiszem, amit tehetünk most is, imádkozzunk a betegeinkért. Köszönöm szépen, lépj tovább. 60 perces alkalmakat célzunk meg. Természetesen nem lehet ezt pontosan kiszámolni, senki se haragudjon meg azért, ha 50 vagy 70 perc lesz, de valahogy megpróbáljuk pontos szervezéssel tartani az alkalmakat. És újból bejön az, amit egyébként most is tart itt, azok a testvérek tartanak itt, akik bejöttek, itt vannak, és tartani kell a távolságot. Legalább testben, lélekben nem.
Így úgy satszoljuk, körülbelül 150 fő férhet be az imaházba, lehet, hogy egy kicsit több is, hogyha a karzatokat is igénybe vesszük. Maszkviselése kötelező, kézfertőtlenítés szintén. Múlt héten is elmondtam, most is megismétlem, hogy sokat segítene, ha nem mindenki délelőtre jönne, talán könnyebben be tudnánk tartani ezeket a távolságtartó szabályokat, ha testvérek egy része a délutáni alkalmon venne részt. Köszönöm szépen, kincskereső gyerektábor, Komlósiné Cégény Andi a szó. Szeretettel köszöntöm a testvéreket én is, a képernyők előtt lévőket. Kedves szülők, most hozzátok szeretnék szólni, és mindazok, akik valamilyen kapcsolatban vannak a gyülekezetünkkel. Régi vágyam az, hogy a gyülekezetünkben is legyen egy napközis tábor a gyerekek részére a nyáron. Most lehetőség nyílik erre, Isten kegyelméből, mégpedig a Talentum iskolában szeretnénk ezt megszervezni. Július 19-e és 23-a között. Napközis tábor, tehát reggel 7:30-tól 5 óráig tudjuk fogadni a gyerekeket, és az általános iskolás korú gyerekeket várjuk elsősorban. A célunk az, hogy a Talentum iskola gyermekeit is egy kicsit közelebb hozzuk a gyülekezetünkhöz, illetve a mi gyermekeink is, most, hogy eltelt egy év, szükség lenne arra, hogy még inkább összekovácsolódjanak, együtt legyünk a sok-sok online, illetve kihagyott alkalmak után. Délelőttönként tanításokat szervezünk a gyerekeknek, bábjelenettel készülünk, énekléssel, délután pedig csoportos, szabadidős lehetőségek lesznek, sport, játék, amit a gyerekek szeretnének, legis kedvük van. Tehát a gyerekeinket hívjuk, akik ide járnak a gyülekezetbe, itt lesz meghirdetve, illetve a Talentum iskolában hirdetjük már, ott is van több jelenkező. És hirdetem a fiatalok felé is egy felhívással, hogyha szeretnének ebben a táborban segítőként részt venni, akár a délutáni tevékenységekben, szabadidős programokban, várjuk a jelentkezéseket részükről, meg lehet keresni engem is, vagy bármelyik tanítót. Lehetőség van arra, hogy az 50 óra kötelező közösségi órát itt le lehet tölteni, és le is tudjuk ezt igazolni részükre. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseket, lehet jelentkezni online felületen, majd a gyülekezetnek a Facebook csoportján is ki lesz ez téve, ez a link, illetve már a szülőcsoportban megjelent, illetve papíralapú jelentkezésre is lehetőség van, itt az imaháznak az előterében ki van helyezve egy papír, ki lehet tölteni, és akkor azon jelzett módon lehet ezt eljutatni hozzánk, illetve személyesen is. Úgyhogy várjuk a gyerekeket. És hirdetem még, hogy tényleg jövő héten akkor indítjuk a bibliakört, hátul a kisteremben, úgyhogy várjuk a gyerekeket nagyon nagy szeretettel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük a következő diát. Hát, ugye az egyik rajzon egy nagyon szép imaház látszik. Ahhoz, hogy a székesfehérvári imaház így nézzen ki, ahhoz még elég sokat kell rákölteni. Országos gyűjtést szervez az egyházközpont, tehát a pünkösdi célgyűjtés a székesfehérvári gyülekezet építkezésére fog történni. Így készüljünk. Egy kedves meghívást kaptunk a nagy templomi református gyülekezettől. Ők az újrakezdést egy szabadtéri evangelizációval indítják, amely május 22-én délután 18 órakor lesz a nagy templom mögötti kert részben, park részben. Kérik, hogy a járványügyi szabályokat itt is tartsák be a résztvevők. Mike Pál református lelkész fog szolgálni. Imádkozzunk betegeinkért. Most, amennyire mi tudjuk, Nagy Gyuláné van csak kórházban.
Ő egy nagyon komoly műtét után van. Imádkozunk a gyógyulásáért. Azt hiszem még mindig, és nem akarok, nem is tudok túl sokat erről mondani, mint hogy nagyon szükség van a gyülekezet ima támogatására. Berkes Lajos testvért viszont, aki a Tiszagyulaházi körzetállomáson tagja, hazaengedték, úgyhogy most Berkes Lajos, Berecki Lajosné és Porkoláb Lajosné testvérek további erősödésért imádkozhatunk, hiszen már otthon vannak. Köszönöm szépen, lépjünk egyel tovább. Október végén már hirdettük Rádu Jemél testvér halálhírét, aki majdnem 20 évig volt a gyülekezet zenei vezetője. Hát Inci néni, Rádu Jemélné, fél évvel később most követi férjét, az úrhoz költözött. Hanvainak elhelyezése szűk családi körben egy későbbi időpontban lesz. Sokszor énekeljük temetéseken azt az éneket, amelynek egy versét ide a gyászjelentésre fölírták a testvéreink, a család. Arra, ki hűn megáll, elrejtett manna vár. Fehér kövecskény új nevet a győzelmes talál. Légy hűséges tehát, őrizd urad szavát, és átadja a hív, igaz az élet koronát. Ez a mi hitünk, az élet koronája. Egy videóval szeretném befejezni a hirdetéseket. Köszönöm szépen a figyelmet. Alhambrából, Amerikából érkezett ez a videó. John Good és Novák József lelkipásztor testvérek üdvözlik a gyülekezetet. Köszönöm a figyelmet. Üdvözlömet küldöm Kaliforniából. Nagyon örülök, hogy találkoztam egy nagyon jó, segítőkész, kedves lelkipásztor Kaliforniában, József. Az az érdekes helyzet állt elő, hogy a John Good testvér a Debrecenből érkezett most Kaliforniába, és magyarul hirdette az igét. Képzeljétek csak el! Kérjétek őt gyakran szolgálni, mert evangéliummal szolgál, és jó volt hallani a család minden tagjának a beszámolóját arról, hogy milyen jól érzik magukat Debrecenben. Különösen is az arról, hogy otthon találtak a debreceni gyülekezetben. Én is jól ismerem ezt a gyülekezetet, hiszen feleségem családja onnét származik. Köszönöm testvérek a nyitottságotokat, a készségeteket, hogy fogadjátok ezt a családot. Adjatok nekik sok-sok lehetőséget a szolgálatra, hogy ők is, meg ti is gazdagodjatok. És mi szeretnénk támogatni őket és titeket is ebben. A boldog anyák napját kívánok a magyar anyukáknak, mi itt az Egyesült Államokban jövő vasárnap ünneplünk majd. És szeretettel köszöntöm a családomat ott Debrecenben. Az Úr legyen veletek testvérek. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntjük mi is a testvéreket, és azokat, akik online nézik az alkalmat. Egy jó hírt hoztam. Most ezt az igét helyezte Isten a szívemre, és ezzel foglalnám össze azt a hetet, amin végigmentünk most. És semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Sokféle hatás ért bennünket a héten. Tudtuk, hogy jönni fogunk szolgálni a gyülekezetbe, amíg a következő időszak is több szolgálat fog ránk várni, és igyekeztünk végig megállni, meg küzdeni a kísértésekben, a próbákban, és az volt bennük, hogy nem adjuk fel. Nehéz volt, mert az ellenség rájátszott, ilyenkor ezt szokta tenni, és annyira bátorított engem, amikor így felolvastam ma reggel ezt az igét, hogy Pál így fogalmaz, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És azt hiszem, erre van mindnyájunknak szüksége. Az otthonainkban, a munkánkban, a tanulásban. Szükségünk van Isten szeretetére. És jöhetünk most Istenhez. És hálát adhatunk azért, mert ő elérhető, és ezért fogjuk őt dicsőíteni. Mert erre van szükségünk, hogy Isten szeretete vegyen körül bennünket, hogy formáljon át, hogy tudjuk békében megélni ezt az időszakot az életünkben, hogy most van, és együtt ünnepeljünk majd, amikor jön a nyitás a gyülekezetben, hogy még jobban össze tudjunk zárni. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj, kapudat tárd az Úr felé. Jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd. Menjünk együtt az Úr felé. Jöjj itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj, kapudat tárd az Úr felé. Egyszer minden nyelv megvallja, hogy ő az Úr, és mindenkit értet hajt. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja ma. Jöjj, itt az idő, hogy ti. Tárd az Úr fel. Jöjj úgy, ahogy vagy. Jöjj úgy, ahogy vagy, és dicsérd. Jöjj, menjünk együtt. Jöjj, menjünk együtt az Úr fel. Egyszer minden nyelv megvallja, hogy ő az Úr, és mindenkit értet hajt. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja majd. Egyszer minden nyelv megvallja, hogy ő az Úr, és mindenkit értet hajt. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja ma. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj, kapudat tárd az Úr felé. Jöjj. Bátorítom a testvéreket, hogy nyugodtan álljunk fel.
Csak Krisztusban kaptam reményt. Csak Krisztusban kaptam reményt. Új örömet, új élet célt. Ő rá mindig számíthatok. Bármilyen nagy próbát kapok, szeremmel lángjaik ígér, békéje mélyebb tengernél. Ő pártfogó, ő mindenem, nagy szeretettel véd engem. A Krisztusban ki gyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték. Miértünk halt a kereszten, ki engesztelte az Isten. A bűnöm mint ő rajta volt, így nekem életet adott. Míg teste sírban nyugodott, gondolták a fény halott, de harmadnap feljött a nap, Krisztus a sírból feltámadt. Most már övé a győzelem, megszabadult az életem. Én az övé, ő az enyém, áldozatának én. Több bűn várt, rémes halál, Krisztus bennem él most már, és bölcsőmtől a síromig, ő vele eltölt sorsom is. Sem nem pokol, sem embere, kezéből már ki nem vehet, míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Sem nem pokol, sem emberek, kezéből már ki nem vehet, míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Sötétségből a fénybe emelsz, szabadító te vagy. Ha eltévednék, te megkeresel, soha nem engedsz el. Sötétségből a fénybe emelsz, sötétségből a fénybe emelsz, szabadító te vagy. Ha eltévednék, te megkeresel, soha nem engedsz el. Te vagy Uram, imádlak én, leborul te.
szeretlek, jöjj hozzám. Sötétségből a fénybe emelsz, szabadítom te vagy. Ha eltévednék, te megkeresel, soha nem engedsz el, mert te vagy Uram, imádlak én, leborulok trónodnál. Te vagy a békém, erőm és pajzsom, szeretlek, jöjj hozzám. Te vagy Uram, te vagy Uram, imádlak én, leborulok trónodnál. Te vagy a békén, erőm és pajzsom, szeretlek, jöjj hozzám. Te vagy a békén, erőm és pajzsom, szeretlek, jöjj hozzám. Mennyi édesatyánk, háladással magasztalunk ezért a mai reggelért, ezért a délelőttért, a veled való találkozás drága lehetőségéért. Köszönjük, hogy az énekekben már a szívünk hozzád emelkedhetett, Uram, akik a sötétség miatt, a bűneink miatt, a halál állapotában voltunk, kiemeltél bennünket, és életre hívtál el. Áldalak azért, hogy így lehetünk itt, semmi érdemünk nincs, drága Úr Jézus Krisztus, csak a te drága véred. Köszönjük, hogy megtisztítottál, megszenteltél bennünket. Áldalak azért, hogy így jöhetünk hozzád, és így akarjuk kitárni a szívünket, Uram. Méltatlanok vagyunk, de mégis nagyon nagy szükségünk van rád, Uram. Hozzád jövünk, ahogyan énekeltük is, és szeretnénk imádni ezen a mai délelőtten. Imádni mindazért, amit teszel az életünkben, körülöttünk, családjainkban, ahogyan megtartottál bennünket ebbe a járványhelyzetbe, ahogyan reád bízhatjuk az életünket, ahogy a jövőnket tárhatjuk eléd, és köszönjük, hogy reményteljes lehet ez. Köszönjük, hogy már az is benne van, hogy összegyűlhetünk, Uram, mindez a te kegyelmed. Szeretnénk átkarolni téged ezen a mai délelőttön is, és szeretnénk, hogyha megszólítanál bennünket. Uram, szólj, akarjuk hallani a te hangodat, formálj bennünket, eleveníts meg, a te igét hadd legyen átütő erejű. Kérlek, hogy engem is használj gyarró eszközödet, és könyörök mindazokért, akik itt vagyunk, jelen vagyunk egy néhányan, de azokért is, akik az online felületen keresztül otthonaikba követik ezt a mai délelőttet, Uram, látogass meg őket a te lelked által. Szólíts meg őket. Köszönöm, hogy ma is élő és ható és munkálkodó Isten vagy a te Szent Szellemed által. Kérlek, tedd ezt. Kérlek a betegeinkért, Uram. Kérlek, te látogass meg őket, a gyógyulást. Külön hadd kérlek nagyné Katikáért, aki súlyos állapotban van. Kérlek, könyörülj rajta, Uram. Szeretnénk együttesen felemelni a hangokat érte. És Uram, hálát adunk mindazokért, akik már gyógyulhattak, akik jobban lehetnek. Kérlek, hogy légy velük is. Így szeretnénk ma előtted lenni, hallgatni a te beszédedet, a te szavadat. Jelenj meg itt köztünk kegyelmedből. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket ezen a májusi kissé esős, borongós vasárnapon, de ez nem akadályoz meg bennünket abba, hogy Isten igéje élő és ható legyen, hogy jelen legyen, hogy olvashassuk azt, és hogy szóljon az ő lelke által. De mielőtt majd ezt tennénk, egy néhány gondolatba szeretnénk búcsúzni egy testvérünktől, egy családtól, ha így tetszik, akik egy lakhelyváltoztatás kellett, hogy végezzenek. Serestény Gyula testvér és kedves felesége, Jucika néni költöztek el a héten Kiskörösre, a kiskörösi idősek otthonába,
és hát egy életút áll itt mögöttük. Nem volt egyszerű ez a búcsúzás. Kedden költöztettük őket, és úgy átöleltem a szívembe Gyuszi bácsit, Gyuszi nénit, hiszen közelebbről is ismerhettem őket olyan módon is, mint akiket évtizedek óta ismerhettünk, illetve az ima közösségünk, szűkebb ima közösségünk tagjai is voltak ők. De mégis Isten akaratába és vezetésébe megnyugodva tették ezt. És hisszük abban a reményben, hogy ott is nagyon jó helyük lesz, és várják ott a testvéreket. Opuszki György testvérrel, az intézmény vezetőjével is beszéltem a héten, és úgy mondtam nekik, hogy rátok bízzuk ezeket a kedves testvéreket, és itt Jánbor Juci nénire is gondolok, hogy most már kötődésünk lesz ehhez az otthonhoz, és ha Isten megsegít bennünket, bátorított György testvérem, hogy nyugodtan tegyünk látogatást, akár egy szolgáló csoporttal is, és azt az ígéretet tettem, ha Isten megtart bennünket, akkor élünk ezzel a lehetőséggel, és fogjuk is ezt tenni. Két ige verssel szeretnék búcsúzni, és egy kicsit Jánbor Juci néni irányába, és akik ott vannak, akik innen mentek el, úgy emlékszünk rájuk, és azt mondtam Gyuszi bácsinak is, hogy nem tudjuk úgy elengedni. Tehát lehet, hogy fizikálisan elmentek, de mondom, lelkileg soha. Itt vagytok a szívünkbe. Imádságos szívvel hordozunk benneteket, mindannyiótokat, akik elmennek innen. Mert ez a szeretet, ez nem a távolságtól függ, hanem attól, hogy a szívünkbe zárhattuk testvéreinket. Attól függ, hogy Krisztust láthatjuk egymásba. És én úgy gondolom, hogy ők így voltak jelen a gyülekezetünkben, mint akik Krisztust hordozták előttünk is, példaképpen előjártak a hitben is. Két ige verset olvasok így. A Zsoltárok könyvéből, a 71. Zsoltárból, az 5. verstől olvasom. Egy jó kívánság, és Dávid szívében megfogalmazódott ezt, amit szintén vágyunk és kérjük a Jóistent, hogy ilyen módon őrizzen meg Gyuszi bácsiékat és az ott lakókat. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítélek minden nap. Öregkoromba se vess el engem, ha elfogy erőm, ne hagyj el. Ez volt a kívánsága Dávidnak is, és nekünk is ez a kívánságunk testvéreink felé, és még az Ézsaiás próféta könyvéből szeretnék egy ige verset felolvasni, a 46. rész, 4. vers. Így hangzik ez: születésetek óta hordozlak, a világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őskorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, és én mentelek meg. Ezt írja egy Ézsaiás próféta, és ezt is tiszta szívünkből kívánjuk. Így kívánjuk Isten őriző kegyelmét, és ha megtart bennünket fizikálisan is, de odaát mindenképpen találkozni fogunk. Folytatva délelőttünket, az éves igényhez fogunk most odafordulni, testvérek, amit már annyiszor megismételtünk, és hadd erősítsük meg újra ezt az odaszánási nyilatkozatot, ezt a keresést, Istennek a keresését. Az Ézsaiás próféta könyve 55. rész 6. és 7. versét szívünkbe zárva ismételjük meg. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Amen. Fogunk imádkozni a gyülekezetünkért, a jövőnkért. Áldjuk Isten nevét, hogy vezetett eddig is bennünket, amár átélt, megtapasztalt vezetése alapján, amik események történtek lelkipásztor hívás tekintetében, ezért hálát adunk, ugyanakkor kérjük még az ifjúsági pásztor tekintetében is Isten segítségét, és hát az egész gyülekezetünk jövőjét, hogy elevenítse meg bennünket, hogy újra oda tudjuk szállni az életünket. Erre fogom majd megkérni Szabóné Kumik Ágnes testvérnőt az énekes szolgálók közül. Kérlek, gyere ide a mikrofonhoz, és kérlek még a betegeinkért is vidd tárd az Úr elé. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozni fogunk. A
Atyám, én azért adok hálát neked először, hogy közösségre hívtál el minket, és köszönöm, hogy közösségre hívtál el minket elsősorban magaddal, és aztán a testvérekkel. És köszönöm, hogy helyre akarod állítani ezt a közösséget. Köszönöm, hogy helyre akarod állítani a mi személyes közösségünket, a mi személyes kapcsolatunkat veled. És köszönöm, Atyám, hogy láthatjuk azt is, hogy lehetőség van arra, hogy újra helyreálljon a gyülekezetben is a kapcsolat, a közösség, hogy újra találkozhassunk, és te látod, hogy mennyire vágyott már erre a szívünk, és mennyire jó lesz majd újra találkozni a testvérekkel. És köszönöm, Atyám, azt is, hogy te vagy a mi megtartónk. Köszönöm, hogy ebben az elmúlt időszakban, amikor annyi mindennel lehetett találkozni, annyi mindent lehetett hallani, annyiféle félemlítés, annyiféle rettentés, és annyiféle nehéz dolog volt az, amivel szembe kellett nézni, de te voltál az, aki, és te vagy az, aki biztos pont vagy az életünkben. Köszönöm, Atyám, hogy te nem változol. Köszönöm azt, hogy hozzád lehet folyamodni minden helyzetben. Köszönöm, hogy hozzád lehet jönni minden kérdésünkkel, minden kérésünkkel. És köszönöm, hogy szíves sem fogadsz minket, és így jövünk most hozzád, Úr Jézus, mert azt mondtad, hogy aki kér, az kapni fog. És így erre hivatkozva jövünk most hozzád, hogy te töltsd be ennek a gyülekezetnek a szükségét. Kérlek, Atyám, hogy úgy, ahogy eddig, az éveken, évtizedeken keresztül gondoskodtál erről a gyülekezetről, úgy gondoskodj a jövőben is. És köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy a legjobb pásztor. De köszönöm azt, hogy kirendelsz embereket is arra, hogy a gyülekezetet vezessék, arra, hogy a gyülekezetet pásztorolják. És köszönöm, hogy te ismered ezt a gyülekezetet teljes egészében, mindenkinek a szívét. Te tudod, hogy mire van szükségünk, és így kérlek, Atyám, hogy te töltsd be azt a szükségünket is, hogy te adj pásztort, olyan pásztort, aki a te szíved szerint való ember, és hálát adok Komlósi Sándorért, köszönöm, Atyám, hogy őt helyezted ennek a gyülekezetnek az élére, köszönöm a lelkipásztor választásnak az eredményét is, és köszönöm, Atyám, hogy ezt is a te kezedbe tehetjük le, és látod azt is, hogy szüksége van az ifjúságnak is egy ifjúsági pásztorra. És Atyám, te tudod, hogy ki az az ember, akinek itt van a helye, és arra kérlek, hogy készítsd őt. Add, Atyám, hogy meghallja a te hívásodat, meghallja a te hangodat. És kérlek a gyülekezetért is, kérlek az ifjúságért is, hogy te formáld a mi szívünket is, Atyám, mert nem akarunk engedetlen nyáj lenni, nem akarunk olyan nyáj lenni, aki a maga feje után megy, hanem kérlek, hogy taníts minket arra, hogy hogyan tudjuk követni a vezetőket, hogyan tudunk engedelmeskedni nekik, hogyan tudjuk meglátni bennük a te vezetésedet, hogyan tudjuk meghallani az ő hangjukban a te hangodat. Kérlek, Atyám, hogy formáld a mi szívünket ebben. És kérlek, hogy adj teljes egységet ebben a gyülekezetben, adj teljes egységet közénk. Add, Atyám, hogy szeretetben legyünk összeforva minden helyzetben. És hálát adok azért is, hogy rád bízhatjuk a betegeinket. Köszönöm, hogy te ismered őket teljes egészében, te ismered őket név szerint, te tudsz minden betegségükről, minden nehéz helyzetben levőről. És így kérlek, Atyám, hogy te gyógyítsd meg őket, de még inkább arra kérlek, hogy legyél ott mellettük minden helyzetben, minden pillanatban, hogy meglássák azt, hogy te vagy a gyógyító, hogy te vagy a szabadító, hogy te vagy az, aki nem hagyod el őket, hogy te vagy az, aki ott ülsz az ágyuk mellett, hogy te vagy az, akire mindenben számíthatnak, akire mindig számíthatnak. Add, Atyám, hogy rá tudják bízni teljesen magukat, az ő állapotukat, az ő helyzetüket, az ő családjukat, az ő egész életüket. És így kérlek, Atyám, azokért is, akik gyászban vannak, hogy te vigasztald őket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy benned mindenünk megvan, hogy benned van a gyógyulásunk, hogy benned van a szabadulásunk, hogy benned lehet az örömünk, hogy benned lehet a békességünk. És add, kérlek, hogy így a betegek is, a gyászolók is, és mindenki ebben a gyülekezetben, ezeket, amik benned vannak, ezeket tudjuk átvenni tőled.
és add, Atyám, hogy ebben tudjunk élni, a Te igazságaidban tudjunk élni, hogy ne a hazugságok legyenek azok, amik meghatározzák az életünket, amikben hiszünk, hanem a Te igazságod legyen az, amire rá tudjuk állítani az életünket. Köszönöm, hogy a jövőnket is rád bízhatjuk, ennek a gyülekezetnek a jövőjét is rád bízhatjuk. A személyes életünkben a jövőnket is teljesen rád bízhatjuk, és köszönöm, hogy ott van a legjobb helyen. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Nagyon jó így felvételül is hallgatni a kórust, a testvéreket, de abban a reményben vagyunk, hogy majd fizikálisan is élvezhetjük az énekkarnak, a zenész testvéreinknek a szolgálatát. Forduljunk ma Isten igéhez most már. Lukács evangéliumában szeretnék olvasni egy történetet. Lukács evangélium a 10. rész, 25. verstől a 37. versig fogom olvasni. Fennállva hallgassuk meg ezt az ige szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 10. rész, 25. verstől fogom olvasni. Így hangzik Isten kijelentett igéje a fent nevezett helyen. Ekkor felállt egy a törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elbédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből, Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénát, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Imádkozzunk. Uram, köszönjük ezt a drága példázatot, igét, és Uram, szeretnénk most előtted lenni, tanulni ebből. Kérlek, hogy szólj hozzánk, áldalak azért a kegyelemért, irgalomért, amiben részesülhettünk, és most is úgy gondolunk önmagunkra, mint erre a kifosztott ember ott az útszélén, Uram, hogy lehajoltál hozzánk, és magadhoz emeltél. Hadd tudnánk megelevenedni most igéd által, a te szent lelked által, kérjünk, hogy szólj. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a második igei sorozatunk utolsó szolgálatához érkeztünk, és ennek a címe pedig az kiszolgáltatva tehetetlenül. Ez a mai előirányzott sorozatunknak a címe, és ehhez kapcsolódóan olvastam fel ezt a történetet. És ahogy felolvastam, látják a testvérek, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor példázatokban beszélt, hogy világos és érthető legyen mindenki számára, amit ő üzenni akar. És ha emlékeznek rá a testvérek, az elmúlt alkalommal is a gazdag, illetve a tékozó fiúnak a történetét olvastuk fel, azt tanulmányoztuk, azt is szintén példázatképpen mondta el az Úr Jézus az ott hallgatóknak. És ha emlékeznek a testvérek, említettem akkor, hogy az Úr Jézushoz mindig tömeg gyűlt hallani az ő hangját, és ezt a tömeget két csoportra lehetett akkor és most is osztani, amikor hallgatjuk Istennek az igéjét. Egyik az, akik vágyva vágyták az Úr Jézusnak a jelenlétét, akik szomjasak voltak, akik nem véletlenül mentek az Úr Jézus közelébe, mert hallani akarták őt, és érezték, hogy szükségük van rá, arra, hogy szóljon, arra, hogy megelevenítse őket, és ilyen módon nyitott szívvel voltak az Úr Jézus irányába. És volt a hallgatóság között egy másik csoport is, talán úgy lehet megkülönböztetni, ha a Bibliát is olvasok, farizeusok, írástudók, akik egészen más szándékkal jöttek az Úr Jézushoz, egészen más tervük volt. Ők leginkább el akarták veszteni, okot kerestek arra, hogy megvádolják, szinte vadásztak rá, így lehet mondani, hogy elveszítsék őt.
és ilyen indulattal gyűltek köré. És a jelen felolvasott történetünkbe is ezt láthatjuk, hogy írástudók gyűltek az Úr Jézus köré, és egy a törvénytudó közül felkelt és kérdezte az Úr Jézus, intézte ezeket a kérdéseket az Úr Jézus irányába. És azt is láthatjuk, hogy nagyon sok kérdést tettek fel az Úr Jézusnak, és elég rafinált kérdések voltak ezek sokszor. Szinte megválaszolhatatlan, vagy nagyon nehezen megválaszolható. Például fizessünk-e adópénzt a császárnak? És úgy szerették volna megfogni az Úr Jézust, de valahogy isteni bölcsességgel tudott ezekre válaszolni. És maguk a kérdezők is, ezek a farizeusok is csodálkoztak, hogy az Úr Jézus egy-egy kérdésre hogyan válaszol meg azzal a bölcsességgel, és nem tudtak rá mit mondani. Sőt, úgy is olvashatjuk ezt, hogy nem merték már őt kérdezni. Van ilyen ige szakasz is, amikor ezekre a kérdésekre választ adott, mert tudták, hogy valami mennyei bölcsesség van nála. És talán Nikodémus is, amikor éjszaka felkereste az Úr Jézust, ezt láthatta meg. Azt tolmácsolta ott éjszaka, hogy tudjuk, mi mindannyian tudjuk a nagy tanácsban, és hogy te onnan fentről jöttél. És talán tudhatták ezek a farizeusok, írástudók, akik itt gyűltek az Úr Jézus közelébe, és kérdezték őt, mégis a hatalmukat féltve úgy gondolták, hogy nincs szükségünk az Úr Jézusra. Tehát ez a két csoport gyűlt az Úr Jézushoz, az egyik csoport az, akik nagyon vágyták, akiknek szüksége volt rá, szüksége volt arra, hogy beavatkozzon az életébe, és volt egy másik csoport, akik ki akarták zárni az életükből az Úr Jézust. És testvérek, erre ma is ugyanígy lehet felelni, ugyanígy ülhetünk itt. Két dolog motiválhat bennünket, az egyik az, hogy mérhetetlenül vágyakozunk arra, hogy Úr Jézus, szólj hozzánk, belőled akarunk táplálkozni, nélküled tehetetlenek vagyunk. A másik pedig az, hogy kizárjuk az életünkből. És talán az első jön a gyülekezetbe, vagy nem hallgatja most otthonába az igét, az evangéliumot. Mert ő nem kíváncsi az Úr Jézusra. Vagy ha kíváncsi, és úgy kíváncsi, hogy jó lenne, hogyha nem kerülne velem élő kapcsolatba, nem leplezné le az életemet, nem szólna bele az életemhez, hanem hagyd folyna tovább úgy, ahogy én szeretném. És ma is eldönthetjük, hogy melyik csoportba tartozunk. E köré, a szomjazók köré, akik vágyjuk az Úr Jézusnak a jelenlétét, az ő beavatkozását az életünkbe, vagy pedig azok közé, akik nem akarják, hogy beleszóljon az életükbe. És azt kérdezte ez a írástudó az Úr Jézustól, akkor így felelt ez az írástudó: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a kérdés talán minden embert foglalkoztat, hogy hogyan lehetnék halhatatlan, hogy lehetne azt megoldani, hogy ne kelljen a halállal szembenézni, hogy valahogy egy olyan életút állhatna előttem, aminek nincs vége, nincsenek korlátai. És ez nyilván mindannyiunkba felmerül. És ezért hajlandók lennénk árat is fizetni. Párhuzamosan ezzel a történettel, ugye a gazdag ifjúnak a története hasonló volt a kérdése, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. És hát itt is sok minden motiválhatja ezt a kérdést. Nyilván az is, hogy ha én örökké élek, akkor végre azt tehetek egy egész hosszú vagy végtelen életbe, amit én szeretnék. De ez nem így van. Ennek van ára. És vannak korlátai is. Ki nyerheti el az örök életet? Nem mindenki. Nem mindenki lesz majd részese ennek, hanem csak az, aki élő és valóságos kapcsolatba kerül az Úr Jézus Krisztussal. És a következő kérdése pedig ennek a fiatal embernek, úgy olvashatjuk itt, hogy igazolni akart önmagát, ezért megkérdezte az Jézustól, amikor már egy választ adott a parancsolatra, hogy szeresd a te urad a teljes szívedből és teljes lelkedből, és olyan félelmetes ez, hogy nagyon jól tudta a parancsolatot elviekben, igaz? És annyiszor vágjuk mi is a választ, vagy azon a kész a szívünkbe, ismerjük a Bibliát, forgatjuk a kezünkbe. De nem ez a kérdés, hogy tudunk-e válaszolni, hanem a szívünk, az életünk válaszol egy kérdésre, amikor az Úr Jézus felteszi nekünk. Hogy valóságosan el tudjuk ezt mondani, hogy mi imádjuk a Krisztust, hogy teljes szívemből szeretem, hogy hozzá ragaszkodok. Mert ez egyébként egy elv lesz csak.
így gondolhatunk rá, hogy igen, hát tudom én a parancsolatot, ez az. És itt ez a másik kérdés is, amit feltesz, ez a törvénytudó, ahogy igazolni akarja magát, azt kérdezi, ki a fele barátod? Mert hogy a fele barátjáról is szó van. Szeresd az uradat, és szeresd fele barátodat, a második parancsolat. És azon gondolkoztam, hogy mi motiválta ezt a második kérdést is. Vajon a tiszta őszinteség? És valahogy azt láttam meg, hogy amikor magyarázkodunk, akkor mi magunk is az Úr Jézustól kérdezünk valamit, amikor menteni akarjuk önmagunkat. Itt nem az volt a kérdés, hogy ki a fele barátom, hanem ki nem az. Hogy remélem nem mindenki tartozik a fele barátom köreibe. És igazolni akarta magát, magyarázkodni. És olyan sokszor mondjuk ezt, amikor nekünk magyarázkodni kell, akkor nincs valami rendben az életünkben. És olvastam ezt a mondatot, és nagyon tetszett, hogy tisztázni a határait a kötelező szeretetnek, igaz? Mennyire szeretnénk ezt tisztázni? Hogy vannak határok, ami a kötelező szeretet körébe bele tartozik. Vannak barátaink, akiket én szeretek, testvéreim, de itt aztán vége. Több szeretet nekem nem jut. De itt egy egészen más szeretetről beszél, és mond el itt az Úr Jézus ebben a példázatban. Egy olyan szeretetet, aminek nincsenek határai, aminek nincsenek korlátai, ami nem a személyes benyomásunk, érzelmeink, szimpátiánk határolja be, hanem az isteni mennyei szeretet, ami korlátlan és ami átölel bennünket. És testvérek, aki ezt a szeretetet valaha is megtapasztalta, az tudja, hogy miről van szó. Hogy ezt nem lehet kisajátítani, nem lehet határokat húzni. Mert akkor lehet én is kiesnék ebből a drága szeretetből. Hanem nagyon komolyan akar bennünket Isten tanítani arra, hogy ezek a határok, ezek hatáguljanak ki. Isten szeretetének a határai. És ugye majd beszélni fogok a Golgotai keresztről. Hát mi lenne, hogyha az Úr Jézus csak bizonyos emberekért halt volna meg? Hogyha valamiféle határt húzott volna ez a szeretet? De azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy aki hisz, hogy mindenkiért meghalt. Hogy megelevenítsen bennünket, hogy bűneink miatt halott életünket élővé tegye. És az Úr Jézus egy példázatba válaszol ennek az embernek. Egy olyan példázat ez, ami számomra mindig megrázó, ugyanakkor mégis Istennek a végtelen szeretetét, kegyelmét tükrözi. És egy picit hadd szúrjam ide be magának a példázatnak, a történetnek a egyik mondani valóját, és azt, hogy ez a segítségnyújtás, ami itt történik ebbe a példázatba, ahogyan indítja majd ezt a szamaritánus embert, hogy hogyan is jön ez létre, és mi is motiválja őt. És azt olvashatjuk itt, hogy ezt a példázatot elkezdi mondani az Úr Jézus, és egy olyan történet ez, amikor egy ember, ugye úgy olvashatjuk itt, hogy Jeruzsálemből, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Azért olvastam ezt a megy le Jerikóba, mert itt van egy távolság, meg egy magasság. Jerikó és Jeruzsálem között körülbelül egy olyan 1000 méteres szintkülönbség lehet, és hogyha onnan jön valaki, vagy hogyha Jeruzsálembe megy, akkor fölfele kell menni ebbe a városba. És körülbelül egy 30 kilométeres távolság, és egy olyan út volt ez a történetírók szerint, ami egy kietlen, és nagyon sok rabló csapat garázdálkodott itt, és talán egyes írók szerint ezek zélóták voltak, ezek a nacionalisták, hazafiak, akik igyekezték figyelni az ellenséges elemeket, rómaiakat, és kifosztották, kirabolták őket, de nyilván szükség volt arra is, hogy önmagukat fenntartsák, és néha az óvatlan vándort, vagy utazót is, aki talán gazdagabb volt, vagy jómódú, azt is kifosztották, kirabolták azért, hogy fenntartsák önmagukat. És ilyen portyázó csapatok voltak itt ezen az úton, nem volt veszélytelen. És akik ismerték, azok nem is vágtak neki egyedül, hanem vagy karavánba, vagy csoportosan, pontosan azért, hogy vigyázzanak egymásra. És így közelítették meg ezt a két várost, így utaztak egyik városból a másikba.
És azon gondolkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, és itt szeretnék rátérni majd a történetünk egyik főszereplőjére, aki tulajdonképpen ebben a történetben nem fog megszólalni, mert nem is tud megszólalni, mert egy olyan helyzetben van. És ugye a mai cím is, a kiszolgáltatott tehetetlenül, már tükrözi, hogy én ma nem erről a másik két papról, illetve lévitáról, aki elment az úton emellett a kirabolt, kifosztott ember mellett szeretnék beszélni, hanem magáról, erről az emberről, aki ott van kifosztva, kirabolva, tehetetlenül, és nem tud segíteni önmagán. Erről az emberről szeretnék én beszélni, hogy egyáltalán hogy keveredett ide erre az útra. És nyilván itt az ige szűken számol be róla, igazi részleteket nem tár elénk, de sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban. Vajon miért ment egyik városból a másikra? Vajon mi fontos dolga akadhatott? És itt sok választ lehetett, talán családi látogatás, baráti vagy üzleti út, sok minden volt. És az is felmerült bennem, hogy vajon miért pont erre ment? Valószínű, hogy más utak is voltak, ami talán biztonságos, lehet, hogy hosszabb út, de biztonságosabb lett volna. Aztán miért pont akkor ment, amikor ment? Miért nem halasztott el egy héttel későbbre? Mehetett volna máskor is, igaz? És azon is gondolkoztam, hogy miért nem, ha ismerte ezt az utat, miért nem a barátaival, vagy egy csoportba ment, ahol megfelelő védelmet élvezhetett volna. És hát sok kérdés van, ami felmerülhet ebbe a történetbe, hogy hogyan is került ebbe a helyzetbe ez az ember. És azon gondolkoztam, amikor párhuzamot vonva a mi életünk között, mert hiszen mindannyiunknak valamilyen formában ebbe az állapotba kellett, hogy kerüljünk. A bűneink miatt, a rossz döntéseink miatt, amikor nem megfelelő döntést hoztunk. Talán ez az ember is nem volt élő kapcsolatban Istennel, nem figyelt rá, nem azt tette, amit szerette volna, hanem az ő saját vágyai vagy akarata irányította. Nem tudjuk pontosan ezt sem. De egy valamiről teljes pontossággal beszámol a Biblia, mégpedig arról, hogy rablók támadták meg ezt az embert, és kifosztották ezt az embert, kirabolták, és meg is verték, és úgy olvashatjuk, hogy félholtan ott hagyták. És testvérek, hadd tereljem egy kicsit a figyelmünket a szellemi értelembe vett, kirabolt, kifosztott ságra, amikor valaki Istentől távol szakad, amikor az élő kapcsolat megszűnik az Istennel, és egyszer csak a bűnei következményében, a rossz döntései következményében egy olyan helyzetbe kerül, amikor teljesen kiszolgáltatottá válik. És olyan félelmetes erről beszélni is, igaz, ma talán ebbe a vírus helyzetbe nagyon, nem is szeretünk róla beszélni, de nagyon sokan átélték itt is közöttünk ezt a kiszolgáltatottságot. Milyen nehéz ezt felfogni, feldolgozni, viselni, amikor az ember rá van utalva mondjuk egy másik emberre, egy családra, egy ellátásra szorul, amikor nem tudja önmagát ellátni. És ez az ember ebbe a helyzetbe került. És az is tetézte ezt, hogy még arra is képtelen volt, hogy segítséget hívjon. Nem olyan, mint a vak Bartémeus, hogy Jézus, könyörülj rajtam, nem tud felkiáltani. Hanem ott volt kiszolgáltatva tehetetlenül. És testvérek, hányszor kerülünk lelki értelemben ilyen helyzetbe, amikor kiszolgáltatva vagyunk, amikor Uram, tehetetlen vagyok, amikor nem tudok belenyúlni az életembe, az élethelyzetembe, a betegségembe, a családi eseményekbe, a körülöttem lévő eseményekbe, a politikába, és nagyon sok mindent lehetne felsorolni, amiben tehetetlenek vagyunk. Uram, szükségem van rád. És olyan jó lenne, hogyha megértenénk ezt, hogy Istennek ez a terve, hogy beavatkozzon az életünkben. Az Istent kereső ember és az embert kereső Isten, ezek a fő témakörök voltak. Amikor keresi az Isten a velünk való kapcsolatot, amikor akar rajtunk segíteni, amikor akar változtatni, kihozni egy krízis helyzetből az életünket. És olyan jó, amikor Isten eszközöket használ erre fel. Amikor testvérek, amikor barátok, akik hídben járnak, akik le tudnak hajolni hozzánk, és ki tudnak hozni bennünket egy ilyen nehéz, tehetetlen krízis helyzetből.
amikor egy család áll mellettünk, amikor segítenek fizikálisan is, de lelkileg is. Most is átélhetjük ezt, amikor betegeinkért könyörgünk, amikor látjuk azt, hogy nem tudunk tenni semmit, de mégis tudunk tenni valamit, azt, hogy a mi Úrunkhoz kiáltunk. Mert tudjuk, hogy honnan jön az igazi segítség, hogy van lehetőség, valóságos változás a kimenekülésre. De ez nagyon fontos az, hogy mi, akik hitben talán erősek vagyunk, vagy most, vagy előrjárunk, de lehet, hogy majd egy hét, két hét, egy hónap múlva nekünk lesz szükségünk segítségre. Mi fogunk meggyengülni. De épp ez a közösségnek az ereje, hogy látjuk egymást, hogy figyelünk egymást, hogy fontosak vagyunk egymás számára, hogy belekarunglunk ebbe a testvérbe, testvérnőbe, az ima karjainkra, vagy fizikálisan is, hogy visszük tovább, veled vagyunk. És ha mi járunk így, akkor mi is átélhessük ezt, igaz? Amikor a testvérek hordoznak ima karjaikon, amikor belénk karolnak, amikor visznek bennünket, amikor hordoznak. És az a kérdés, hogy mennyire vagyunk figyelmesek erre, mennyire akarjuk, hogy Isten használjon bennünket egymás felé, hogy ez a szeretet, ez a korlátlan szeretet, amiről itt beszél Isten, amit elé tárt az Úr Jézus ezeknek a farizeusoknak, vagy ennek a tanítónak, törvénytudónak, az mennyire szól hozzánk is ma, és mennyire befolyásol bennünket. És hadd tárjam ide e közül a három személy közül, akik itt eljöttek ezen az úton, és mind a háromnak lett volna lehetősége beavatkozni, segítséget nyújtani ennek az egy embernek, ennek a szamaritánusnak a szívét. Mert hogy nem csupán szeme volt ennek, és nem csupán elindult, hanem lelke volt ennek, szelleme, észreveszi a maga körött lévő nyomorúságot, nehézséget, bajt. És ehhez nem csupán nyitott szemekre van szükség, hanem lelki érzékenységre. Amikor észreveszünk, amikor nem megyünk el figyelmetlenül. És ahogy felolvastam a történetet, látjuk, hogy mind a lévita, mind pedig a pap is látta ezt az eseményt. Látta, hogy ott van az úton, ott fekszik, tehetetlenül. De azt mondja, hogy elkerülték őket. És testvérek, annyiszor vagyunk talán mi is ilyen helyzetben, vagy ilyen állapotban, hogy elkerüljük ezt a kapcsolódást. Tehát biztos majd segít más testvér rajta. Majd valaki közelebb áll hozzá, családtag vagy bárki, de pont én, nekem amúgy is fontos dolgom van, nekem mennem kell tovább. Hányszor vagyunk így, hogy ez a lelkület, ez átjár bennünket. És mennyire fontos, és mennyire kellene az, hogy figyeljünk oda. Ez a történet, ezt hadd szúrjam ide, az egészségügyben dolgozok, és ismernek a testvérek, és maga a történetnek a elvi vázlata tulajdonképpen ma a világon lévő összes mentőszolgálat, segélyszolgálat ugyanezen alapelveken működik, mint maga ez a történet. Hadd vázoljam fel ezt röviden, kell hozzá ugye egy bajba jutott, vagy beteg ember, akihez le kell hajolni. Kell valaki, aki észrevegye, igaz? Aki hívjon segítséget, vagy maga is segítséget ad első ellátásképpen. Aztán kell, hogy miután segítséget adott, valahova eljuttassa ezt a beteg embert, mobilizálja, ha úgy tetszik, és biztosítsa arról, hogy amíg felépül, egy további gyógyulás lehetőségét tárja elé, mondjuk itt ebbe a történetbe egy fogadó szempontjából, és ma hasonlóképpen működnek ezek a mentőszervezetek, ahol én dolgozok, ott is az országos mentőszolgálat, de Európában a világszerte, hogy segítséget nyújtunk, egy helyszíni ellátás, utána pedig visszük, eljuttatjuk a beteget egy stabil állapotba, egy olyan intézménybe, ahol majd a teljes felépülésig gondját viselik ennek a bajba jutott embernek. És azon gondolkoztam, hogy lelkileg nem-e így kellene tennünk. És úgy gondolok a gyülekezetünkre is, mint egy olyan intézmény, ahol lehet gyógyulni, ahova lehet hívni a bűn miatt megbetegedett embereket, a bűn miatt elhagyott embereket, kifosztott, kirabolt, útszélen lévő embereket.
És ehhez nekünk egyenként kell olyan figyelmünknek lenni, mint ennek a szamaritánusnak, aki észreveszi ezt a bajt. És vizsgáljuk meg ennek a samaritánusnak a észlelését, az életét, ahogyan itt elmegy ebbe a történetben. Először is meglátja, aztán megáll. Ugye meglátta a másik két ember is, a pap is és a lévita is, de egyik sem állt meg. A szamaritánus megáll. Észleli és megáll. És hányszor kellene ezt tennünk? Észlelni, észrevenni, hogy a testvérem bajban van, és megállni mellette. Oda menni. Te miben segíthetek? Látom, hogy nem vagy jól. Látom, hogy segítségre szorulsz. Itt vagyok, akarok neked segíteni. A szívében eldölt ennek a szamaritánusnak, hogy segíteni fogod ezen az emberen. Hogy ő nem mehet úgy tovább, hogy ne avatkozna be. És ahogy mondtam, ehhez lelki érzékenység kell. Szánalom, irgalom. Irgalom indult a lelkében, a szívébe. És olyan jó lenne, ha mi szívünk is irgalmas lenne. Irgalom indulna meg. Így látnánk a testvéreinket, azokat, akik bajba jutnak. Mint ahogy mi is irgalmat nyertünk. Azt olvashatjuk a tékozló fiú példázatában, amikor ez a fiú jön hazafele, távolról megránta és megszánta. Szánalom indult ennek az atyának a szívében, mint ahogy ennek az irgalmas samaritánusnak a szívében is. Megszánta ezt az embert. És ez az atya is ott megszánta ezt a fiút, aki szakadtan, rongyosan jön hazafele az úton. A Károli fordítás úgy írja ezt, hogy megesett rajta a szíve. És ez is olyan közeli fogalmazás, olyan jó, amikor ilyen érzület van bennünk, hogy megesik a testvérünkön a szíve, amikor átérezzük az ő helyzetét, amikor magunkénak tekintjük, amikor le tudunk hajolni. És ez történt itt is az irgalmas szamaritánus történetében, hogy megesett a szíve, és odament. És nem csak észrevette, nem csak megállt, hanem lehajolt hozzá. Nem csak elviekben gondolta ezt végig, hogy hú, segíteni kellene rajta. Hú, valahogy be kellene avatkozni, valahogy meg kellene ezt menteni. Hanem amikor megszületett ez a gondolat a szívébe, ő tettekre is váltotta. Lehajolt hozzá, fölé hajolt, és bekötözte ezeket a sebeket, amik ezeket a rablók ejtettek rajta. Átélte a helyzetét. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy talán ő is járt már így. Hogy ő is került már ebbe a helyzetbe, amikor szükség volt, hogy neki segítsenek. És ha végig gondolom az én életemet is, de a testvérek is tegyék ezt, hogy hányszor kerültünk ilyen helyzetbe, amikor nagyon jó jött a segítség. Amikor egy testvér által Isten szeretete nyilvánult meg felém. Amikor átölelt Krisztus egy testvér vagy testvérek által. És az élheti, érezheti át ugyanezt a helyzetet, amikor megerősödve tovább ment, hogy nekem is ezt kell tennem, hogy nekem is ilyennék kell, hogy váljak, hogy nem mehetek el figyelmetlenül az ilyen események mellett. Azt mondja Jakab levelében, aki tudná tenni a jót, de nem teszi, a bűne az annak, igaz? És hányszor mondhatjuk el, hogy tudnánk tenni, igaz? De hát most különböző okokat sorakoztatunk fel, mint ahogy tette ez a farizeus is, ez a törvénytudó. Talán sok okunk lenne arra, hogy ne álljunk meg, hogy ne tegyünk, hogy ne segítsünk. De van, amikor az okok végére érünk, azt mondjuk, nincs okom. Sőt, arra van okom, hogy segítsek. És az Efézusi levélben pedig úgy olvashatjuk, hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe járjunk. Mint a talán ez is előre el lett volna készítve. És olyan jó, amikor meglátjuk ezeket az eseményeket. Olyan jó, amikor ezekbe az előre számunkra elkészített jó cselekedeteket várja elénk Isten.
És lelki szemeinkkel meglátjuk, hogy most van, most kell lépnünk, és Isten szelleme, lelke vezet bennünket, hogy most kell tenned, most kell, hogy szólj, most kell, hogy segíts, most kell, hogy oda lépj. Mert én rajtad keresztül akarok munkálkodni. És engedjük el, hogy Isten rajtunk keresztül munkálkodjon, hogy odahajoljon, hogy lehajoljon, hogy megmentsen egy másik testvért. Sose felejtem el, amikor életemnek egy nagyon mély szakasza, Istentől távoli szakaszában voltam, 20 évesen, a gyülekezetből egy testvér keresett fel, felhívott, azt mondja, te Sanyi, gyere, elhívlak vacsorázni, beszélgessünk, nem jó úton jársz. És megmondom őszintén testvéreknek, én nem nagyon örültem neki, hát mit beszélgetne ez velem? De annyira örültem, amikor aztán leülhettünk, mert leleplezett ott. Isten küldte hozzám, nem magától jött, hanem Isten lelke vezette őt. Ő bátorította, hogy szólítsd meg ezt a fiút, mert nem jó irányba megy. És merte elmondani nekem, hogy milyen bűneim vannak, hogy hova haladsz, te Sanyi. A te életed a kárhozat fele vezet, ha így folytatod ezt az utat tovább. És én nagyon jól tudtam, hogy Isten szól. Akar felemelni a bűneim miatt halott életemet, meg akarja menteni. És most is nagy szeretettel emlékszek rá. Jól lehet akkor, nem akartam, hogy így legyen, vagy jól éreztem ott abban a helyzetben magam, vagy nem akartam változtatni, de Isten akart változtatni, mert ő nem akarta, hogy a kárhozatba jussak. És sokszor így szól hozzánk. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy becsüljük meg az ilyen testvéreket, akik így vannak jelen, akik merik Isten munkáját végezni az ő életükben, akik mernek odajönni hozzánk egymáshoz. És ez a gyülekezetnek az erőség, amikor észrevesszük ezeket a helyzeteket, amikor oda merünk menni, amikor összeszedjük a bátorságot, mert ehhez bátorság is kell, hogy megmerjük szólítani, testvér, nem jó úton jársz. De bátorság kell ahhoz is, hogy amikor bennünket megítél Isten lelke egy testvéren keresztül, akkor igazat adjunk neki. Igaz, Uram? Tudom, igaz van ennek a testvérnek. Még ha ott nem ismertem ezt kimondani, vagy nem mondtam ki, vagy védekeztem, vagy igazolni akartam magamat. De egyszer csak nincsen több ok az igazolásra. Egyszer csak azt mondja az ember, Uram, megadom neked magamat. Akarom, hogy változtass az életemet. És ez a tehetetlen ember ezt sem tudta megtenni, hanem ő ki volt szolgáltatva annak, hogy beavatkozzon valaki az életébe. És az igazi nagy beavatkozó az az Úr Jézus Krisztus. Amikor belép egy embernek az életébe, és sokszor ő már indirekt vagy tudatlan módon is munkálkodik az életünkbe, sokszor tesznek bizonyságot, meg én magam is láttam ezt, amikor még távol voltam Istentől, még nem is kerestem, de ő már munkálkodott körülöttem és az életembe. Az eseményeket úgy állított össze, olyan élethelyzetet elé állított, amikor egyre közelebb kerültem, muszáj volt meglátnom őt. És egyszer csak munkálkodik, még akkor is, hogyha én nem kerestem úgy, egyszer csak keres be engem, akarja változtatni az életünket. És testvérek, olyan jó, amikor nyitott szemmel járunk, amikor észreveszünk ezeket a dolgokat, hogy Isten be akar avatkozni az életembe, meg akar eleveníteni, meg akar újítani, el akar vinni innen az út széléről. És ez az irgalmas szamaritánus, ez az irgalmas és kegyelmes Isten, aki az Úr Jézus Krisztus által beavatkozott az életünkbe, aki el akarja törölni a bűneinket, aki tisztára akar mosni, aki be akarja kötözni a sebeinket, Ézsaiásnál úgy olvashatjuk, hogy bekötözte a sebeinket, ő hordozta, a vállára vette, és egyszer csak végig gondozza, elviszi, és ott adja ebbe a fogadóba, mindent megtesz, nem drága neki az idő, a pénz, semmivel nem gondol, hanem csak arra, hogy megmeneküljön ez az ember. És van ilyen tűz a szívünkbe, az életünkbe, hogy Uram, a te munkádba akarok beleállni, hogy megmeneküljenek az emberek, hogy se az idő, se a pénz, ne legyen semmi olyan akadály, ami az életembe felmerülhet, hanem használj, Úr Jézus, használj a te drága munkádba, mert az én életemben is használtál eszközöket,
Mert az én életemben is jelen voltak ilyen samaritánosok, te Úr Jézus, aki beavatkoztál egy-egy testvéren keresztül. Testvérek, hadd munkálkodjon bennünk ez az ige. Azt mondja itt, hogy ennek a történetnek a végén kérdezi az Úr Jézus ettől az írástudótól, ki volt fele barátja a rabló kezébe esett embernek. Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Hadd küldjem a testvéreket, de magamnak szól ez az ige. Menj el, menjünk el, cselekedjünk mi is így. Hasonlóképpen, járjunk nyitott szemmel, legyünk érzékenyek. Hadd lehetnének szabadulások, megtérések, megújulások. Körülöttünk, annyi ember él körülöttünk. Ha csak a családtagjainkat nézzük meg, nem? Talán mindannyian beszámolhatnánk arról, hogy van még testvérem, gyermekem, édesanyám, rokonom, nagymamám, nagyszülők, unoka, aki nem tért még meg, aki nem találkozott élő módon a Krisztussal. Talán pont azért, mert ott figyelmetlenül mész el mindig, hogy megyünk el mellettük. Vegyük észre őket. Ez a lelkület, ami ebben a samaritánusban volt, az a lelkület, ami Krisztusban megvolt, hogy lehajolt hozzánk és irgalmas volt. Ez a lelkület legyen mindannyiunkban. Amen. Elcsendesedünk, imádkozni fogunk, meghagyjuk a fejünket. Fodor István presbiter testvért kérem majd háladó imádságra, és Mucsi János testvért kérlek, hogy jöjjetek ide előre a mikrofonhoz, és adjunk hálát Isten igéjének az üzeneteért. Mennyi édesatyánk, hála van a szívünkbe az ige üzenetért. Megvárjuk, hogy nekünk is kérdésünk ez, nem csak annak az írástudó embernek, hogy legyen nekünk üdvösségünk. Köszönjük, hogy megválaszoltad ezt neki, és megválaszoltad nekünk is. Köszönjük a keresztet, te kereszthalálodat és a feltámadásodat. Szeretnénk ebbe hinni, és tudjuk, hogy ez az üdvösség útja. De megvalljuk, hogy a Jerikótól mi is gyakran megfordulunk. Talán néha sérültként, betegként, talán néha pedig úgy, hogy észre kellene vennünk azokat, akik ott fekszenek betegen, sérülten, az úton elhagyatottan. Menj, Atyánk, te látod, hogy ez a gyülekezet újra kezd, újra indul, a fizikai kapcsolatok, a személyes jelenlét is lehetővé lesz a jövő héttől. Én azért imádkozom, hogy úgy lássuk egymást, úgy nézzünk egymásra az irgalmas samaritános szemével. Vegyük észre az egymás baját, nehézségeit, hajoljunk le egymáshoz. Ha pedig mi fekszünk ott sérülten, betegen a Jerikó út kövén, akkor legyen bennünk alázat, hogy fogadjuk el a segítséget. Így imádkozom ezért a gyülekezetért. Köszönjük az igét, engedd, hogy elvigyük magunkkal, hadd formálja hétköznapjainkat, viselkedésünket. Amen. Szívem őszinte hálájával járulok szent színed elé, drága Úr Jézusom, és hálát adok ezért a szép délelőttért, vasárnapért. Hálát adok, hogy ez a gyülekezet is lehet egy olyan fogadó, mint akihez hozzák a sebesülteket, mint akihez hozzák azokat, akik félholtan ott vannak kint, a világ Jerikó felé vezető útján. Drága Úr Jézusunk, áldjad meg gyülekezetünket, áldjad meg szolgálattevő testvéreinket, akik kész minden helyzetben első segélyt nyújtani a betegeknek, első segélyt nyújtani azoknak, akik segítségért kiáltoznak. Szeretnénk, drága Úr Jézusom, téged így szolgálni,
nyújtani feléd betegeinket, vezetni hozzád a gyógyulásra szükségesnek. Kérlek, Atyám, hallgass meg imáinkat, és maradj a mai napon is továbbra velünk. Amen. Amen. Isten tiszteletünk végén nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik egy néhányan itt tudtunk lenni, akik otthonainkba követtük ezt a mai délelőttöt, és az a reménység van bennünk, hogy jövő vasárnap fizikálisan, és akik tudunk, az egészségügyi szabályokat betartva feltételeknek megfelelően el tudunk jönni, azok jöjjünk el, és ma délután is 17 órától fogunk találkozni. És amint olvastam ezt a címet, kiszolgáltatva tehetetlenül, ennek van egy másik aspektusa is, jelentése, amikor kiszolgáltatja magát az ember az Úr Jézusnak. Neked szolgálok, ugye szolgai formát vett fel, ezt is olvashatjuk a Filippi levélben, és nem tehetetlenül, hanem vele tenni, vele munkálkodni, vele együtt a szolgálatba beállni. Ezt kívánom tiszta szívemből, Isten lelke járjon át bennünket, álljunk be ebbe a mennyei munkába, amire hív bennünket Isten, az ő dicsőségére, hogy magasztaltassék az ő neveit a közösségünkben, hogy megújulások, megtérésenek legyenek, és hogy ilyen módon is a menny seregei együtt örülhessenek velünk, és gyarapítsuk a megtérők számát. Így kívánok a testvéreknek áldott vasárnapot. Záró éneket fogunk énekelni. Kérem az énekes testvéreimet. Az Úr irgalma végtelen. Az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. Ha bárni semmi érzeme, ő mégis hord kezé. Nincs arra szó, sem gondolat, mi jóval áld az Úr. Ha lankadok, ő szárnyat ad, és terhem mind lehol. Láncom lehúlt, szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott. Kegyelme tartja meg életem, az Úr irgalma oly végtelen. Sok itt a bűn és küzdelem, az orkán zúgva dúl, de minden vízben tengerem megtart, megvéd az Úr. Láncom lehúl, szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott. Kegyelme tartja meg életem, az Úr irgalma oly végtelen. A véget ér az életem, új otthont nyújt az élet.
szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott. Kegyelmet tartja meg életem, az Úr irgalma oly végtelen. Láncom lehúzott, szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott. Kegyelmet tartja meg életem, az Úr irgalma oly végtelen. Az Úr irgalma oly végtelen. Áldunk, drága megváltónk, Úr Jézus Krisztusunk, ezért a korlátlan, végtelen irgalomért, te drága irgalmas samaritánus, aki lehajoltál hozzánk a bűneinkből, felemeltél, kimentettél, örök élettel ajándékoztál meg. Uram, szeretnénk beléd kapaszkodni, Uram, átélni ezt a szeretetet, és továbbadni. Kérlek, hogy munkálkodj a szíveinkbe, hadd fájjon az elveszetteknek a sorsa, a bűnösöké, Uram, köszönjük, hogy irgalmat nyerhettünk, de használj bennünket, Uram, hogy továbbadhassuk ezt a drága szeretetet. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus! Örökre szengem, ez énekelsz, Jézus van leltem, irgalmát áldunk, örök.